6 idegen ember bejön egy térbe, ugye egy idegen térbe. Van, aki véletlenül, mert van, aki színjátszó csoportba indul, de aztán valahogy ide keveredik, aztán elmegy, aztán visszajön. Tehát, hogy véletlen folytán van, aki nagyon küzdelmesen vette rá magát, van, aki több egyére van itt, de alapvetően 6 idegen embernek a találkozása, az első szimatok, és utána, hogy egymásra találnak, az a szépsége. Tehát a találkozástól az egymásra találásig, és ahogy tulajdonképpen összeforr a sorsuk. Szerintem pont ez a szépsége ennek a történetnek, hogy jön ez a 6 fura figura, és szépen megtanulják megszeretni és elfogadni magukat és egymást. És azt gondolom, hogy nézői oldalról is ez a terápia része fog működni, hogy jaj, itt van 6 őrült, és szépen lassan, hogy kibomlik az ő lelkük, hogy megismerjük őket. A néző rájön, hogy ők pont annyira nem normálisak, mint én. Szerintem ez a folyamat az, hogy ez a 6 magára hagyott ember elkezd egymással beszélgetni, és találkozik az ő lelkük. Ez egyrészt egy nagyon szórakoztató folyamat, hiszen nagyon viccesek a karakterek, és nagyon jók a zenék, és mégis valahogy a végére egy nagyon szép, intim, lelki, megható dolog kerekedik ki belőle. Bolba Tamás a darab zeneszerzője, szerintem rendkívül jó dalokat írt, amik elsőre nagyon könnyednek és fülbemászónak tűnnek, de valójában nehezek. Büszke vagyok a társulatunkra, mert nagyszerű vokális képességekkel rendelkezik egy csomó színész, és szerintem jól szólalnak meg a dalok. Nagyon sok a komikus szituáció az előadásban, a történetben, de azt remélem, hogy fontos üzenettel térnek majd haza a nézők.